So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, no. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy újabb GTA 5-ös tuning videóban, és bocsa bemutatásért, nem ezt az emót akartam, de így maradt. És amit föl fogunk Atissal tuningolni, az a... mi ez? Dominator GTX, elméletileg az GTX. Új Dominator. Igen, és persze Atis, szia, mia? Hello! Ő kéket választott, én pirosat választottam, és majd meglátjuk, hogy megint mennyire lesznek hasonlóak ugye a tuning elemek, nem beszéltünk össze semmit. Kíváncsi ezek, mert a múltkor majd meglátjuk. Eléggé hasonló le. Ilyet én is tudok. Te, én, ezt nektek, ja nem. És ott az új póló. Igen, én azt nem vettem föl, most el vagyok ilyen hazában. Cuki, kis unikorn is. Na jó, menjünk, hova menjünk be a városba, igaz akkor? Igen, menjünk ahhoz. Okés. Illetve érdemes belépni minden egyes nap GTA-ba, mert ugye egy kis reward jön. Ugye ez ilyen vásárló, nem vásárlós, minek mondják ezt? Business hét. Business hét, igen. Minden egyes napon, hogy belépsz, akkor később jóváíratik neked némi nemű pénzösszeg, ami ugye nem fáj. Hát minden egyes belépett nap után 150 ezeret fizetnek. Tudom, hát így, ha minden nap, tudom, így, ha minden nap beléptek, akkor egy ilyen, hát ja, egy 1 milliót, 950 ezeret, azt hiszem. Igen. Valahogy úgy. Ami azért nem fáj. Hát nem. Én is állandóan üzletezek, és mégis jól jön. Na lássuk. Nem, valami el van állítva. Sorry. Semmi baj. Semmi. GTX Dominator Vapid. Természetesen Armor. Igen. Miért? Mert... Majd kivágom. Játsz. Armor care. Miattatok el. Fékek. Nem árt, hogyha azért fékezni is tudok. Oké, külsőségek. Nézzük. Ó, nem áll. Megint ezek a matrix. Legyen másodlag. Mi ez? Én azt mondom. Merevítő. Tetszik ez a bordó, nem tudom mi ez. Hát legyen ez, ez jól néz ki. Réva. Nyilván az alapokat mindent maxosra. Kipufogó, nehéz. Mi az a kályhacső? Hello. Jaj. Az a sima vapit felüratú, ami nekem tetszik, hogy marad az eredeti. Ilyet még nem nagyon csináltam. Hát azért ez nem jó. Hát. Kipufogó. Egy karbon vagy alumínium. Hát akkor legyen karbon, most oly mindegy, igazából sok minden nem tekar. Na nézzük! Mi ez a varacskos passzus? Nem kell... Szélesítés. Ez jó. Bár igazából, bevallom nektek őszintén. Ez mit változtat? A sima tetszik. Melyik? Jaj, ez izé másodlagos színű lesz. Gondolom. Explosív nem kell bele. Oldalt morcítás. Hát, second... Karbonos. Legyen alapszín inkább. Én azt mondom. Grill, na nézzük. Én is ott vagyok. De morci, hello, az el is visszük. Motorresztető. De nem ám, de ezt meg kéne tartani a tetején, ezt a fekete ízét. Kromozzuk ki. Beömlőt. Van olyan, legyen olyan. Ezt nem tervezem karbonos. Kell nekem felirat? Nem legyen ő, ez jól néz ki, ez egy jó kis morci lesz. Dudát belerakjuk, de csak miattuk. Nem, itt lesz. Nem tudom, nekem tetszik ez a nagy orru. Későbbiekben még lehet, hogy változtatok rajta, de azt imád nem fogják. Ez jó lesz. Nyilván Xenon. Neont nem rakunk rá, mert az... Húzés. Zsárvédő, foly. Minek? Rendszám az... Igen... Első pont mi a... Roof. Alapszín, másodlagos szín, karbon... Vagy fekete... Egy másodlagos színű... Az is ilyen malackás. Nem. Általában azt szoktam választani, ami a legutolsó. Most viszont nem azt tetszik, úgyhogy ez ilyen különleges alkalom. Már most mennyiért? Ami hülyeségként. Ez jól néz ki, ez jó. Mi ez a korlát itt?
Alos strandkorlát van az oldalán a kocsinak. Pont most járok ott. Hát én ezt Kivándorló. szerintem nem rakom rá. Tuti nem, hallott, nem. Karbonszálas, jó lesz. Spoiler, spoiler, leértékelés van a spoilereknél. Amúgy tudod, mit de rárakom, mert jól néz ki amúgy. Kis cukkanc ez a spoiler. Ez is. Ja, de rárakom, mert nem rossz annyira. Nézzük a spoilert. Végülis így fogom Nope. bámulni egész Nincs végig az ilyen, ami... egyes Na, részt. abból jön ki. Ez most komoly? Ez is jól néz ki. Már nem tudom. Esküszöm, nekem ez tetszik. Kisebb, aranyosabb. Általában a vasalódeszkát szoktam rárakni, de most kivételesen nem azt fogom. Hű, vagy mégis? Mi ez? Nem tudok dönteni, Hű, de ez gyerekek, szerintem ejtőernyőzünk, mi ez? legyen karbon, az jól néz ki. Leültetjük a semmibe, bár mondjuk már az előző kocsiba is úgy jártam, hogy felakad. Nem teljesen, hát... Portra leültetjük, de attól lejjebb nem, mert Megnézzük így. felakadunk megint, Bár ezért a nem. patkán is felakad ez a valami. Bevallom őszintén, mégis mi Turbót az? is bele. Kerék, igen, mi van még ablak, hát az limó, a többi az buzis. Húha! Nem ültetek. Én soha nem ültetek. Melyik kereket rakjuk alá? A kerekeim még várok, előbb a színt beállítom szépen. Nos, jönne ehhez a gyerekek. Mert ehhez a színhez fogjuk ugye az autót átalakítani, lehet, hogy akár még egyszer. Krom, tuti nem. Már most felejtsük el, metalikok. Vagy metalikák. Sajnos livery nincs a kocsihoz. Tehát ez nem tudom. Az a nagy nem volt olyan rossz. Jó! Tetsző, Hello! tetsző. Nem rossz. Garni, nem? Garnier, nem? Nem. Ó. Legyen ez a nagy, ez nem rossz. Most el Bilkorot, ezt volt majd az. megnézzük, nyilván custom. Bulletproof csak miattatok. Fire smoke-ot meg majd megnézzük. Na de fessük át akkor a kis primary, hát ez nyilván metalik lesz. Na másodlagos legalább most látjuk, hogy mit színez. Azokat színezi majd. Jó, ez így jó lesz. Hát egy ilyen morci kocsinak igazából lehet, hogy megtartom a pirosat, viszont egy kis csavarral kérünk pirosat rá. Na, az a baj, a Torino piros ezen túl drága, várjatok. Egy fokkal sötétebbet. És így jöhet rá a piros. Meg hozzá a formula lett. Igen, a másodlagos szín meg elméletileg most már a spoilert is fogja változtatni, ami... Igen, másodlagos szín itt dzsal a képbe. Metálok, nézzük csak meg. Metál Jó az morci egész. szín kéne neki. Nem? Nehéz olyat találni, ami Gyerekek, a nehéz, bánatnak a nehéz, színe. nehéz kérdés. Bocsa, most össze-vissza ugrálnék, de ez most megfogott. Nem láva. Itt nincs az a piros. De itt van. Itt van, itt van, itt van, itt van, itt van, te vagy az. De lehet, hogy belenyúlunk kicsit. Csúnya. Hát nehéz jó szint találni hozzá, ami úgy azért visszaadja ezt a morcos hangulatát az egésznek. Az a baj, nagyon el tudja rondítani ez a másodlagos szín. De az lesz a nyerő, ez a zöld, ez jól néz ki. Erre rakunk egy. Hű, de fura szint kevertem. Jöjjön Gyerekek, ez nem is átmenetet, rossz. ami jó lesz a másodlagosnak. Először a másodlagosat kéne beállítani, viszont az mat lesz. Nagyon kifordította ezt a barnát, tetszik. Nem tudom, mi legyen. Ott kéne beállítani neki valamit. Nem, legyen metalik, és akkor meg lesz az átmenete is az egésznek. Sandy Brown. Gyerekek, ez így ilyen what the fuck szín lett, vagy what the fuck, és most ugye az
extra dolgokat, mint például a front, megnézzük. Legyen Bright Purple. Ez kell nekünk. Az elsődleges... Nem, az elsődlegeset. És megkeressük ugyanazt a szint, hogy meglegyen az átmenet. Nézzétek el nekem a bérben, valamire többet költök. Eléggé költekezés vagyok, ez marad. Én szerintem a hátulját visszaállítom, azt szerintem csúnya, hogy ott másodlagos színű, vagy nem? Én nem tudom. A hátulja az legyen inkább karbon, szerintem. Nem tudom, nem a másodlagos színnek kéne dominálnia, vagy most az egész egyforma lett, mi? Legyen fekete. Várjatok egy kicsit. Nem lépünk ki. Jó, akkor a kerék maradt és én végeztem is. Kerék színét kell. Igen. Esetleg. De bután néz így ki. Nem, azért ennyire nem akarok eltérni. Így is ez a Sandy Brown egy jó, kicsit bele... Jó, jól néz ki. Beletesz nyéket. Kerék füst pedig. Most valami olyasmi sikerült meglépni, amit ugye más nem nagyon fog megcsinálni. Ilyen ocsmány szint például kikeverni. De hát szeretjük legyen azt, ami ocsmány, tehát sötét. Olyan nincs másnak. On hood. Jó, elméletileg nekem minden megvan. Jó, nézzük. Én meg vagyok. Hallod, tudja, hogy most nem fog egyezni az, amit... Tudja, hogy nem. Na, várjatok egy kicsit. Roof, az marad, az nekem nagyon tetszik. Eladni nem akarom. Ja, el ne szédüljetek itt. Szédülje! Kíváncsi vagyok a hangjára, hogy milyen. Hát majd én is. Nem. Igen, mert itt is lehet változtatni, hogy barna legyen, vagy világos. Nem? Ez mi is? Az ültetés. Az nem kell, ez nem kell, nem kell. De ez tényleg nagyon komoly, egyáltalán nem dobja a hátulját. Kerekek, gyerekek. Á, nem tudom, olyan semmilyen az alap. Szépen beparkolunk. Van még hely? Hello? Igazából ezt szerintem úgy tervezték, hogy szinte mindent kikarbonozunk rajta. Hát nem. Az ő nagyon csúnyán néz neki. Várja, de nem izomkerék kéne inkább rá? Nem. Hogy nézzel ki, öcsém fahal. Maradsz így. Viszont valami... Nem lett olyan rossz. Nyissuk csak ki az ajtóit rajta. Mondja, hogy... Jaj, nem azt állítjuk. Nem ezt. Tire... Design. Úgy. Ezt rárakjuk. Természetesen igen, mert mi mit csinálunk minden alkalommal. Megszivatjuk egymást, pontosan. Barna füst. Azt az egyes sajnálom, hogy belül nem lehet a trim color-t állítani. Smoke-os adalás. Meg ha megnézed, igen. Majd olyan... Jaj, annyira látszódik a izé... Arra. Tipa, hogy látszódik, hogy a kormánynak olyan nagy íven, nagy izén jön ki. Cióka. Hello. Dudát nem állítottam. Én igen. Hú, érdekes színeket választottál. Nézzük, mit alkotott izé kisasszony. Ez jó, jó lett. Igen, mert ilyen kis morcit akartam, de mégis valami vidámat hozzá, úgyhogy egy kicsit ilyen érdekes összehozatal lett. Aha. Kipufogó és... tetszik a legjobban az enyémen. Gyerekek, most sikerült egyedül a spoiler ugyanaz. A többi nem. Csak az enyém karbon. Igen. Az enyém pedig a másodlagos szín. Kerékek? De nézted, melyik kipufogót raktam fel? Igen, a külsőt, ami kívülről megy. Oh. A nagy, amit mondtam, hogy ez tetszett nagyon. Nekem az egyáltalán nem tetszett. Jó, most kivételes. Tényleg a motorháztető az... Az most a legdrágább, de nem azt tetszett a legjobb. Jaj. Hanem nem a nagy. A fókusz. Nem zárulik be az ajtó. Ja. Nyisd ki mindet újra, és zárd vissza. Azt csináltam. Ha valaki érdekel, akkor azt nézzétek csak. Tadadá! Berakjunk valakit a csomagtartóba? Ez bolond. Na jó. Tudod, ezt hajtok előtted is. Szia! Szia! Csak az a baj, nem lehet gyorsan csinálni. Lehetne vele integetni. Jaj, már na egyből az oszlopba, hogy kijöttünk. Igen, srácok, valamiért
laggol ez az új Windows update, majd... Igen, nekem amíg is nem jön új driver a kártyához, addig ezt nem tudom megoldani egyenlőre, úgyhogy ez sajnos ilyen lesz. Annyira nem vészes, megpróbálok rajta javítani, de... Hát nem egy nagy izé... gyorsasági egy autó, menjünk már ki a reptérre, amúgy. Hasonlítsuk majd össze a régi dominátorokkal. Nem tetszik a kipufogó. Az volt még a legdisztingváltabb, de ez itt középütt olyan, mint a kilógna a pöcse. Inkább visszarakom. No, de nem ám. De érdekes, hogy amúgy kitalálod, hogy milyen hogy szín van. Az alapszíne? Barna. Vörös. Így elváltoztatta a színét. De remek. Itt kell nekünk bőm. Nem ismerem ki magam a mapon, hogy hol van a izé. Ja nem. Hülye vagyok, ez a reptér. Jaj, jó. Megkövezzetek meg, gyerekek, kövezzetek meg, ne. Bolond gyerek nem ismeri a térképet. Jó, én lemegyek izéhez. Jó, ott talizunk. Legyen ilyen kiégett. Kanyarba lehet keresztbe rakni, de az előző dominátorok odaverik sebességbe. Nem tudom, neked az alapdominátor megvan, amiben volt alapból a játékba? Igen, de nincs feltuningolva. Így, mert nekem csak az előző van, meg ugye a klasszikus dominátor. A 69-es, vagy hanyas széria volt az, ami legutóbb bejött, ugye? De azzal ki össze kéne hasonlítani, de szerintem az gyorsabb, mint ez. Nem tudom, miért karbon? Mi ez a karbonmánia? Jó ez a fekete szerintem. Igen, szeretnék kilépni, és elmenni egészen a reptérig, ahol ugye szarát öröm, de nem baj. Ilyen színe úgyse lesz senkinek, úgyhogy... Jaj! Rommát vagy ha mégis akkor is megváltoztak. Hát érdekes amúgy, de... Nem, szerintem marhára lassú amúgy. Nagyon lomhánat adom. Annyiból jó igazából, az tetszik benne. Megakad a nyelvem, hogy nem kapar el, mint a többi. Igen, amúgy izomautóhoz többi... képest izomautóhoz képest, utatás. Hihetetlenül, igen. Tehát egy üzemautós versenyen igazából megéri viszont. Annak ellenére, hogy kicsi a végsebessége, de az, hogy kanyarba ez nem fog neked kicsúszni. Ha csak rá nem segítesz egy kicsit. Azért nézzétek meg. Még kézifékkel is érdekes. Ez kimondotta azoknak az embereknek van, akik szeretnek úgy vezetni, hogy szinte semmi csúszása nincs a kocsinak. Mint annak idején ugye a koket. Kb. Ahhoz tudom hasonlítani, annak is jobb az irányítottsága, meg a tapadása. Mondjuk ezen egy kicsit finomabb lehetne, hogy azért egy nagyon picit teljesen csúsztatni, de igazából ki lehet korrigálni. Ezzel a reptéren van FPS-em, nem? Valamit elizélt a Windows Update, aztán egy kicsit ja, megsínlik a cuccok. Nálam is sajnos lemegyek 60 alá, pedig már elkezdtem gondolkozni rajta, hogy akkor emelek a videók színvonalán 30-ról 60-ra, de hát GTA-ban úgy néz ki, hogy még mindig nem lehet. Ugye az a nagyobb bocska Windows Update, amit még ugye leszett? Uh-huh. Az egy kicsit így harap. Nekem alig látszik szerencsére ebbe a játékban. Nézzük belsőbe mennyit megy. Van akinek más játékkal is szórak. Nekem jössz, megverlek köcsök. Ez az oszlopra is hallgatkozik. Ha nekem jössz, megverlek. Hát ez... 100... Éppen, hogy esetleg 120, de... Hát, igen. Ez fájni fog! A festést! Oké, most nem csak gyorsulási verseny lesz, hanem megnézzük, hogy kevesebb alkatrészsel... Gyorsabb-e a kocsi? Úgy letörtem. Mit törtél le? Az elejét. Szia! Ó, Duda! Figyú, rajta van a teljes armor, és ezt egyeséssel le tudtam róla kapni. Nézd meg! Teljes eleje hiányzik. Ez úgy igen, na nézzük, gyere! Dobsz gránátot? Aha. Várj egy picit, beállok, mint Pepu. Ráálltam. Úgy, rá bizony, igen. És akkor... Akkor nézzük, dobsz egy gránátot, de megnézzük, mennyit számít az FPS. Nem, megnézzük, mennyit számít az elején hiányzó cucc. Meg az, hogy milyen gumit raktunk rá. Mit raktál rá? High-endeset? High-endeset. Jó, már én sportot. Jó, korrigálnom kell egy kicsit. Nagyon picit korrigáltam megint. Mecsodacs verseny.
Igen, de amúgy én nyernék, ha meg lenne az eleje a kocsinak. Nem, ugyanott lennénk, ha meg lenne az eleje. Sőt, utolértél az FPS miatt. Aha, kereken 60 volt. Ugye az action nekem 58. Hozza. Na jó. Akkor én csinálok, viszont egy olyat várj, én lekérem a másikat. Viszont akkor ezt elgoldjuk gyorsan. Ne, Léci. Nem mindegy, hogy összetörök a return vihájjal, igen. Ki is lépünk gyorsan, mielőtt betámadnak, és gyorsan lekérem, várj, gyere, meg elni fog egy fuvar szerintem, mert nem tudom, hogy hol fogja ledobni. Kint, úgyhogy gyere. Cuki a pink fegyód. Jó, nem vagyok úton. Jó, akkor ki kell mennünk. Menjünk ki. Jól néz ki ez a barna szín is amúgy. Nem barna, vörös. Vörös is inkább bronz. Hasonlít barnára, hidd el nekem. Amúgy igen, azért tetszik annyira, mert nem az a megszokott. A hátulja a spoiler az világos csokoládéért, nem, sötét csoki. A másik meg garnéred, azt hiszem. Igen, ezt néztem, hogy ne érdekes a bar, inkább barnához az a zöld, az úgy kicsit érdekes. Itt meg is állhatunk. Ha és homokszín természetesen. Vörös és homokszín. Öcsém, mekkora úszókumik hallott, soha nem fogsz elsüllyedni. Miért nem lehet ilyen karaktert csinálni GTA-ban? Minek? Hát simán csinálnék egy ilyet is másoknak. Jaj, nem a Vespucci, vagy az Eclipse-ben van. Fú, de az melyik? Oh, fuck is! Azt hiszem az Ellie az, legalábbis nagyon remélem. Pop! Nemán! Daisy vagy. Főleg, ha most nem dobja le ezért a kocsimat. Nem fog beleszólni. Hát csak lefogja szerintem. Lefogja? Leicester City Center következik. Igen, halljuk. Why, hello, how you doing? Ez amikor ott is pisztergálják, hogy közben úgy csinálja a videót. Okay, so you're in serious trouble, and you bocsikor, de ezt majd kivágjuk. Okay. Bevágok alá egy ilyen lifter zenét. Ilyen nekem, illetve nem ilyen, nem hasonlóm van. Hú, tényleg, majd azt is kipróbálhatnánk, csak nem tudom mi a neve. Az, aminek ilyen szép kipufogói vannak. Viszont ez szerintem gyorsabb, mint a mostani. Sőt, tuti. Az FPS szerintem számítani fog, ugye meg fogjuk nézni úgy is, hogy én viszem ezt, te meg azt, meg fordítva is. Hát figyelj, mindkettőnknek. 60-62, neked 50-52. Ez mi volt? Na most még a hátulját is letöröm mindjárt. Ráütettem a kerítésre a kocsit. Jó, ma nem megy az ugratás, ennyi, nézzétek el nekem. Jó, stun jump complete. Nekem megy. Annyi, hogy ez viszont az egy kanyarba, ez már dobja magát, de cserébe gyorsabban megy, tehát érdekes ez a Rockstar logika, hogy a gyorsabb autó, ami nagyobb a végsebesség, az a kanyarba viszont jobban kidobja a farát meg rajtnál. Jó, faramuci. A következőnél majd én kérek egyet. Meg egy elnézést. Na. Oké. Okay. Yeah. Dobtam. Aha, gyorsulásra jobb. Ó, de mennyivel? Jó, mondjuk. Még ha nem korrigálsz is. Amúgy én gondoltam rá, hogy a sokkal gyorsabb lesz, elmondom, hogy miért. Ennek az úttartása jóval másabb. Tehát az kanyarba csúszik. Az enyém szinte nem. Cseréljünk, hogy nézzük meg a izét. Cseréljünk, aztán utána lehívom azt a másikat, ha rájövök, hogy mi a neve. Melyiket? Hú, Áton állítva passengerre a kocsit. Ja, bocs. Ma megpróbáljuk, tegnap át kellett állítanom, úgyhogy... Melyik kocsira gondolsz? Hú, ilyen nagyon szép oldalról jövő ilyen... A motorháztetőn fejeződik be a kipufogó. Így kijön a motorból, ilyen kiömlőszerűen. Tök jól néz ki, csak nem emlékszem a nevére. Na majd mindjárt felhívjuk a Morcit. Morc mutuált, vagy nem Morc. Nem semmisült meg, akkor nem tudom. Gyere picit előrébb, még. Jó. Na, miért váltottál legre anyátról? Mert elfogyott. Nem, van. 15 darab még van. Ment. Jó. Ó, ja. Ott mész már.
Egy, de annak viszont nagyobb a végsebessége, és ennek csak az úttartása jobb igazából. Az igen. Igen, amúgy jobb. Menjünk ki az útra. Mert mit akarsz lekérni amúgy? Azt a kocsit akarom megkeresni, csak nem emlékszem a nevére. Még nagyon-nagyon régen vettem, azt hittem, hogy nincs is nekem ilyenem. De ezzel, amit most lekértél, ezt akarom összehasonlítani. Csak szállj ki belőle, hogy el tudjam tüntetni a... Ezével, vagy motoros klubbal tüntesd el. És gyorsan ki is lépünk, ezt ti is ne felejtsétek el, mert ugye, hogyha benn maradsz, akkor dependent maradsz. És az... Ez nálam érdekesen nézett ki. Majd visszanézem. Várjál. Nem, valamelyik garázsokban van, a nagy garázsok közül. Pagalóa, ilyesmi, nem. Az izom kocsik között lesz. Azt hiszem ez az, de nem vagyok benne biztos. A fagaló az a izé, a trabi. Várjál, lehet, hogy rosszat kértem le, de akkor majd egy másik videóba ejtjük meg, mert nem fogok azért mérföldeket menni. Mit csinál az ott előttünk? Töröm. Ott a kocsi. A Sabre Turbo-ra gondoltál? Nem, szabrézok. Ez izét kérted le a... Jó, ezt tudom melyik, csak nem jut eszembe a neve. A jót kértem le, mert... Igen. Jót kértem le, aha, ő az. Ez ugyanaz, mint az enyém. Nem ugyanaz, az milyen autó? Most így hirtelen nincs meg. Ez itt egy Rapid GT Classic. Az, Rapid, az, jó van. Mert ennek is jó a gyorsulása, úgy. Jaj, de mennyivel jobb. És lehet, hogy ezt érdemesen megvenni, mint a tiédet. Ne törd össze, hát annyira szép ez a kocsi. Amúgy ezt a kocsit csak és kizárólag a motorból kijövő kipufogó rendszer miatt vettem meg. Meg a 69-es szám miatt az oldalán, ugye. Ez jó, hát mennyit versz már rám? Már most, igen. Ezért voltam kíváncsi, hogy most mi van. De az kanyarba is stabilabb, nem? Hát... megvan az a csúszás, ami ugye minden egyes ilyen kocsinak kell. Na gyere, jaj, álljunk egyel arrébb. Igen, csak én itt még kavircoltam egy kicsit. Na, őről le lenne szó, kíváncsi vagyok rá. Tudod, hogy az lesz a gyorsabb, hidd el nekem. Várja. Megint túléptettem. Tudj, hogy a tiéd lesz a gyorsabb, ez 100%. Oké, megy. Gránát. De az muscle amúgy? Aha. De azt szerintem összkerekes amúgy ráadásul. Ha nem tudom, de olyan repülő rajtot vettem, hogy megzazulsz. Az igen? Annyira azért nem távolod. Sport klasszik kategória. Jó, de hát az enyém meg muscle, ne hasonlítsuk már egy sport klasszikot egy izomautóhoz. Jó, mondjuk, aztán nem néztem meg. De egy biztos, ez a kocsi nekem nagyon bejön. Kinézetre is. Jó, ez csak ilyen érdekesség jelent. Hoztam. Ki akarod te is próbálni? Megnézem ki... Vagyok milyen. Hogy akarsz meg egy férfit egy mondat közben? Pontosan, menj neki a kocsijának. Rapid GT Classic. Igen, ez muscle kategória. Nem akarok gyorsan, csak kíváncsi vagyok, hogy... Jó, hát ez kegyetlenül megy. Sportklasszik kategóriában az egyik a legjobb. De én azt hittem, hogy muscle, először arra tippeltem. Mert ugye a muscle garázsomban volt. Jut eszembe, garázs bemutató videó lesz, amennyiben elég lehet. Ennek is 120 a vége, mint az elektromos coilnak. Lehet gyorsul úgy, mint a coil. Kihozod a coilt? Nem, mert már az előbb használtam a mechanikot, úgyhogy most nem fogom tudni lekérni. De legközelebb összehasonlítjuk. Jó. Csinálunk majd. Tesztelgetünk egyet-kettőt. El ne felejtsük. Na jó, van viszont... Szerintem itt ez most... Véget érte a mesemára. Köpött a maci, meg mindent csinált. Megkapta a betoncsizmát, és mi most megyünk szépen... pihenőre. Majd később jönnek még ugye a hasonló videók. Lesz még tuning. Én megvettem például a Stormberget. Ami, tudjátok, víz alatti autó, azt fogom még majd felcucmisolni meg, mivel van még elég pénzem, lehet, hogy előbb-utóbb eljutok végre ahhoz a bizonyos repülő motorhoz is. De egy valami biztos. Végeztünk. Sziasztok!
Hello. Yeah.